Sziasztok! Üdvözlök ebben a videóban. Ez nem egy angol lecke. Ez egy második olyan lecke, hogy kell egy nyelvet könnyebben megtanulni. Vagyis pontosan, hogy emlékezz szavakra, amit tanulsz egy új nyelven. És ne felejts minden hétfő, szerda és pénteken új videó. A legfontosabb szabály, amikor új nyelvet tanulsz, új szavakat, ismételj, ismételj, ismételj. Mert csak így fogod megjegyezni. Én vizuális tanuló vagyok, és ha te is, akkor ezek a tippek óriási segítséget fognak nyújtani. Szóval mit jelent az, hogy vizuális tanuló? Van kétféle tanuló. Van vizuális tanuló, és van hallgató tanuló. Vizuális tanulók, akiknek muszáj látni. Például nekem muszáj látni, ha valamit tanulok, és leírni. Ha leírom, akkor megjegyzem, hogy hogy kell írni. És ha megjegyzem, hogy kell írni, akkor meg fogom jegyezni a szóra, amit fogok majd ismételni. És amikor ismételem, akkor már tudom, hogy mit jelent, mert emlékszem, hogy kell írni, és ez könnyebb is lesz, mikor beszélsz valakivel, vagy próbálsz írni valakinek. Vagy olvasni. A legjobb tip, amit tudok adni, amit én használok mindig, post-it. Post-it, ez egy ilyen, mit le van tépve? Ezek olyan kis papírok, ahol egy része fent ragadós. Szóval azt csinálom, otthon például, hogy menj először a Google Translate-re, és írd be a szót, hogy párna. Például tanulsz spanyol nyelvet, akkor beírod oda, hogy párna, és translate a spanyolra. És akkor Google megmondja neked, hogy mi a szó párnára spanyolul. Azt a spanyol szót te leírod erre a papírra, és utána ráragasztod. Miért fontos ez? Mert mikor elmész mellette, akkor látni fogod a szót, és így jobban megjegyzed, hogy ez a szó azt jelenti, hogy párna. Ezt tudsz mindennel, ami a lakásodban van. A tévé, kanapé, WC, cipő, fogkefe, ablak, tányér, villa, kanál, vaj, hűtőbe, bármi. Aztán másik tip, nyomtass ki egy olyan lapot, általában a gyerekeknek ilyen gyerektanuló könyvekbe vannak, de Pinteresten meg lehet találni. Vannak olyan ilyen képek, ahol van több cselekmény, és alatta van a vagy tárgy, és alatta van a szónak a neve. Kb. Megmutatom, hogy néz ki. Kb. Így néz ki. Szóval tudjátok, hogy miről beszélek. Aztán mit fogsz csinálni ezzel a papírral? Ne röhögj! Ragaszt magad elé a WC-n. Mikor leülsz WC-re, ragaszt magad elé, hogy mindig, amikor mész WC-re, akkor ezeket látod. Ez azért nagyon jó tanulása, mert ebben a pillanatban te nem szándékosan tanulsz, hanem te csak látsz. Nem muszáj meg. Látsz, és az agyad megjegyzi. Ezt hívjuk tudatalatti tanulásnak. Például, ha iskolába vagy munkára mész a metróval, vagy a busszal, minden nap ugyanazon a pályákon, megállókon mész át. És ha te megállodon van egy reklám, ugyanazt a reklám látsz minden nap. Nem kell elolvasnod ezt a reklám. Neked tudatalattiba annyiszor láttad a felirat, láttad, hogy néz ki, hogy anélkül, hogy meg akarod jegyezni, megjegyzed. Nem kell rá szabályosan emlékezni, mert tudatalatin meg fogod jegyezni. Így működik az agy. És ezért kell, hogy WC-t magad elé tegyed azt a papírt a szavakról, amit tanulsz. Képet és alatta a szónak a neve. De, ahogy mondtam, nem mindenki így működik. Sok ember hangtanuló. Szóval, ha hangtanuló vagy, akkor neked sokkal könnyebb tanulni, mert nem kell vizuálisan látnod, amit tanulsz, hanem csak hallgatnod kell. Például sokszor ezért gyerekeknek iskolába nehéz tanulni, mert vannak olyan idők, amikor iskolába nem mindig mutatják
hogy miről van szó, hanem csak a tanár elmondja, hogy ez történt ebben az évben. Nekem kell látnom, hogy melyik évben, vagy ha magyaráz valami sztorit, akkor kell látni. Vagy el tud magyarázni, hogy működik egy vulkánó. Elmagyarázza. De ha a vizuális tanuló emberek nem látják, hogy így kezdődik, robban ki, és akkor úgy lecsúszik. Ezt kell látniuk, akkor nagyon jól megértik, hogy történik minden. Ajánlok nem több mint 10 szót tanulni naponta. Ha több mint 10 szót tanulsz, akkor el fog fáradni az agyad, és nem fogsz emlékezni rá. Akkor mi történik? Elvesztettél egy csomó időt tanulni ezeket a szavakat, amire úgyse emlékeznél. Ha 10 szót tanulsz naponta, az 70 szó egy hét alatt, ami nagyon, nagyon jó, de csak akkor fogsz rá emlékezni, ha újra és újra ismételed. Ha nem, akkor puff, eltűnik, elfelejted. Nagyon könnyen. Még egy tipp. Rajzolj! Rajzolj egy képet arról a szóról, amit tanulsz, és írd alá, hogy például egy maci, bear. Rajzolj egy macit, és alatta ír, hogy bear. Akkor ez segít neked vizuálisan látni, hogy mi ez, és hogy néz ki, és hogy mi a neve. Vagy egy kocsi. Rajzolj egy kocsit, alatta car. Tudsz egy embert rajzolni, hogy fut. Nem baj, ha nem jól néz ki a rajzod. Egy ember fut. Run. Meg is jegyzed a szót? És az utolsó tippem, ami inkább azoknak, akik már egy kicsit jobban tudnak, hogy nem csak most kezdték a nyelvet, hanem már tudnak ilyen nagyon basics, ilyen alap szavakat. Próbálj azokkal az új szavakkal, amit most tanulsz, írni mondatot azokkal a szavakkal, amit már tudsz. Szóval például, ha angolul tanulsz, akkor már kéne olyan alap dolgokat tudni, hogy I, you, and, where, like, here, go. Ilyen alap szavakat. Szóval építsünk ezzel egy mondatot. I, én, like, szeretek, cars, kocsik. Szóval I like, azt már tudtad, vagy I have, nekem van, én, nekem van, és a kocsi a szó, amit tanulsz most, car. Vagy, ha nem a car szót tanulsz, hanem könyv, books. Szóval ezt a, hogy mit szeretsz, csak cseréld ki belőle a szót. Írj mondatokat vele, és ez egy nagyon nagy segítés gyakorolni, hogy kell építeni szavakat, hogy kell írni a szavakat, és hogy kell olvasni. Miközben írsz, közben tanulsz, hogy kell olvasni is, és így könnyebb lesz neked olvasni ezen a nyelven, és olvasni a nyelven, amin tanulsz, nagyon-nagyon fontos, mert így fogsz megtudni, hogyan azok a beszélő emberek a nyelvet, hogyan építik a szavakat rendesen. És azért jobb olvasni, mint hallgatni sokszor, mert mikor olvasol, akkor a te tempódba mész, hogy olyan lassan olvasol, ahogy neked kényelmes. Ha hallgatsz valamit, akkor nem tudsz megállni és újra hallgatni, ha valaki beszél. Mondjuk, ha videót nézel, meg tudsz, de nem ez a lényeg, ha mész egy bárba és hallgatod, hogy emberek beszélnek, de nem tudsz megállítani őket és mondd, hogy újra és újra és újra, csak hogy megtanult, hogy pontosan ezt meg ezt a szót hova teszik ilyen mondatba, mikor vizuálisan látsz a könyvbe, akkor megtanulsz, hogy kell építeni szavakat, nem csak írásba, hanem mondásba is, mert ahogy írjuk, úgy mondjuk. Szóval itt volt pár tipp, ahogy kell megjegyezni a szavakat azon a nyelven, amin tanulsz. Ha még van valami ötleted, írd le a kommentbe, és majd ott beszélgetünk. Remélem tetszett ez a videó, és találkozunk holnap után.